Közeledik a nőnap, tiszteljük meg előtte a szuper férfiakat és akár szuper apákat. 5. alkalommal adják át az Ádám díjat. Kitalálója, gazdája, szellemi háttere Vékulcsár Ildikó író, újságíró a vendégünk. Jó reggelt! A nőnap... És kitalálója és édesanyja Zimányi Zsófia és dr. Szűcs Andrea mellettem. Ez egy trió. Aranyos vagy, megtiszteled a csapattagokat. Így van. Nagyon-nagyon örülünk mindig annak, és őszintén fontos nekem, amikor foglalkozunk olyan férfiakkal, akikkel érdemes és jó együtt élni. Akik fölterjesztik ezeket a férfiakat a díjra, azok az ő társaik, feleségeik, élettársaik. Igen, és a dologban az az egészen különös és gyönyörű, hogy nem akartunk ebből ilyen eszelős csinadratát. Nem akartunk, hogy álompárok benyomuljanak, aztán fél év múlva elváljanak. Az kamu amúgy a dolog, is az álompár. Mert megjelenik a nőklapjában egy hirdetés, fönn van a neten, de semmi nagy dobszóló. És például idén is több, mint 300-nál több felterjesztés jött. Ami azért gyönyörű, mert egyrészt eszébe jut egy nőnek, hogy neki van egy olyan társa, aki, és itt a lényeg, tehát az Ádám díjat nem azok a férfiak kapják meg, akik elmosogatnak, vagy mondjuk leviszik a szemetet. Szóval nem akarom folytatni a sort. Az Ádám díjat olyan férfiak érdemlik ki, akiknek fontos, hogy a mellettük élő nő a tehetségéhez mérten éljen. Tehát uram, bocsá, hogyha egy atomfizikus nő a feleségem, vagy egy kiváló újságíró, vagy író, vagy prima balerina, az ne töltsön a nap 24 órájából 24-et csak az én szolgálatommal és a család szolgálatával, hanem hajtsa végre azt a bibliai parancsot, miszerint a bennünk levő tehetséget, kutya kötelességünk a mások javára kamatoztatni. És amikor ezek a férfiak érdemi. Nagyon helyes. Vannak ilyenek. Vannak bizony. És valószínűleg, hogy még többen is, mint ahányat beterjesztenek, vagy felterjesztenek. Reméljük. Én úgy gondolom, hogy a nők nagyon okosak, szóval ritkán kapok olyan felterjesztést, ami nem indokolt. És ami nekem nagyon fontos ebben, hogy az egész ország a harcról szól. Én az olvasói leveleimből, ami a Ne félj, mesélj rovathoz érkezik, azt érzékelem, és ettől hidegrázásom van, hogy már a család is hat szintér. Tehát én vagyok a tehetségesebb. Neked csönd. Én hoztam többet a családban. Én keresek többet. Tragédia. Tragédia. Ez komolyan mondom, ez tragédia. Erről sokat kell írni és beszélni, mert szövetség helyett verseny. Hát hol az a menedék? Pontosan. Ahova jó haza menni. Igen. Na most, ezek az Ádám díjak arról szólnak, hogy igenis léteznek. Valószínűleg nem címlapon és nem az összes tévéstúdióban. Olyan normális, egészséges, klassz párok, 20 évestől 90 évesig, akik ezt intelligensen magukba meg tudják szervezni, ahol jó gyereknek lenni, könyörgöm. De van ilyen, értitek? Tehát van, és legyen minél több. Van ilyen. Én erre nagyon vágyom, hogy ezeket bemutassuk, nem azért, mert divat, hanem mert nekünk a koronavírus, az összes baj kellős közepén ez az életszakasz adatott. Hát könyörgöm, nem lehetne egy kicsit szebben leélni, no. Mi van akkor, hogyha valaki megkapja ezt az Ádám díjat? Semmi, ebben semmi pénz nincs, ebben marha sok munka van. És ja, nem, csak hogy arra gondoltam, hogy valahol készül vele egy nagy portré, hát egy nagy például interjú. Vannak olyan lapok, mint 168 óra, aki erről tavaly csinált egy nagy riportot. Mi adunk... Megismerhetővé válnak. Megismerhet, és még valami, amit mi adunk, egy emléklapot, és csak úgy egy kis személyes adalék, a csajok már mint a létrehozók javaslata alapján az én férjemet felterjesztettem én is Ádám díjra. Hát a laudációm az nem volt csak pozitív, sok humor volt benne, de megérdemli, és hiszitek, ha nem, az én férjemnek van jó pár plecsnéje, ami valahol egy íróasztal alján úszik, de az Ádám díj bekeretezett plakettje nálunk kint lóg a nappaliban.
Bizony helyes. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy helyesnek tartottak. Március 6-án lesz este 6 órakor. Március 6-a 18 óra Magvető Café. Várunk minden érdeklődőt szeretettel, bár agyon vár a Magvető Café, mert aztán már tele vagyunk, de akit érdekel, az jöjjön. Lépcsőn is lehet ülni. Köszönjük. Ne felejtsék el felterjeszteni jövőre, kooperációra képes, szeretetteljes, szövetségben egymással jól élő harmonikus pasiaikat. Igen. Drága hölgyeim. Köszönjük szépen. Köszönjük.